Szekszárdon eddig is folyamatosak voltak az egyeztetések a veszélyhelyzet ideje alatt közgyűlési hatáskörben eljáró polgármester és a bizottságok között, hiszen az előterjesztéseket mindig kiküldi a hivatal a döntések előtt, a határozatokat pedig 94%-ban a bizottságok javaslatai alapján hozta meg Ács Rezső. Mostantól a város fejlődésének érdekében még ennél is nagyobb mértékben számít a településvezető a közgyűlés tagjainak véleményére. Havonta legalább egyszer ugyanis személyesen egyeztet majd a polgármester a két frakció vezetőjével. A megbeszéléseken részt vesz majd Gyurkovics János, a település alpolgármestere, Zaják Rita polgármesteri tanácsnok, valamint Gábor Ferenc jegyző is. Az első találkozóra kedden kerül sor. Fő témája költségvetés lesz. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben most akkor járunk a legóvatosabban, ha egy Covid költségvetés készítünk, ami azt jelenti, hogy főleg a működés feltételeit és forrásait kell megteremteni. Ebben kérném a frakciók együttműködését, ebben kérném azt, hogy a tájékozódás után támogassák az önkormányzatot vagy a közgyűlést. A mostani sajtótájékoztatón Gábor Ferenc szekszárdi jegyzője is részt vett. Ő arról beszélt, hogy a polgármesteri hivatalban több olyan stratégiai fontosságú álláshely is van, ami hónapok óta betöltetlen, ezért a következő hetekben arra koncentrálnak majd, hogy megtalálják a legmegfelelőbb szakembereket ezekre a területekre, hogy a város minél hatékonyabban tudjon fejlődni. Két területre fókuszálnánk, a beszerzések és a közbeszerzések, illetve a projektmenedzsmenti feladatok ellátása. Ezen kívül fontos terület még a következő uniós ciklus tekintetében a tervezési feladatok, hogy mit szeretne a város az elkövetkezendő 7 éves költségvetési forrásból megvalósítani. A tervek szerint a hivatali struktúrát is átszervezik Szekszárdon. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést február közepén küldik ki a bizottságoknak véleményezésre.